Üdvözlök mindenkit, ez itt a Rockbook Podcast legújabb adása, a mai vendégünk a Kies zenekarnak az énekesek gitárosa, itt van velem Kis Milán, szevasz Milán! Hello, hello! Fussunk végig a többieken, és sajnos ők csak lélekben vannak itt velünk, Szűcs Ádám, basszusgitár, vokál, Kadnekkel Ferenc, a gitáros, Botlik Mátyás, a dobos. És ha már Mátyás nevét bedobtam, kezdjük ezzel, hogy nektek volt egy dobos csere, hogy Kovács Gergelyt cserélte Botlik Mátyás. Mi volt itt a dobos cserének az oka? Ebbe avasd be minket. Ja, fél időben le lett cserélve. Igazából Gergő máshogy gondolta a dolgokat, életét, karrierjét, és úgy érezte, hogy nem összeegyeztethető ezzel a programmal. Az igazság, hogy azért a zenélés elég sok szabad időt veszel az embertől, sőt, hogyha gyereke születik valakinek, vagy munkával kapcsolatban, azért amikor az értékes szabad időt arra azzal töltött, hogy éppen utazol, akkor ezt nehéz így ellengére állítani. És végül is így alakult. És Matyi, milyen gyorsan tudod beilleszkedni, milyen hatása volt a zenekarra az új album megjelenésében például? Matyi gyorsabban beilleszkedett, mint azt mi felfogtuk szerintem. De hát ő a Grammába dobolt korábban, szóval az előélete meg a munkássága azért lehetővé tette azt, hogy ez a beilleszkedés ne legyen nehéz. Az az igazság, hogy ő eddig általában dalszerzők, a basszusgitáros az Ádám, meg én voltunk. Mi voltunk a szerves részei a dalszerzésnek, és a Matyi belépésével azért ez a kettőnk privilégiuma megváltozott, mert a Matyi igencsak átvette a szerepet ebben, úgyhogy hát nem tudom, nagyon nagy, nagyon, szinte mindenben beleszól, és annyira jó, hogy van még egy ember, aki ilyen dinamikával tud a dalszerzésben részt venni, csúcs. December 8, ez az adás előtte fog kikerülni, és nekem így az adás előtt olyat hintettél el, hogy már egy éve tologatjátok. Szóval akkor adódik a kérdés, hogy miért csak most jelenik meg, mi köthető december 8-hoz, mi történt az elmúlt egy évben, miért nem jelent még meg eddig az album? Valószínűleg már nem tudjuk tovább tolni. Az az igazság, hogy szerettünk volna egy olyan lemezt készíteni, ami talán így kicsit előrébb mutat meg, egy kicsit több, mint amit így általában összetudtunk volna hozni néhány hónap alatt. És hogy nem terhelt minket az, hogy időpontra dolgozzunk, ezért volt időnk kiagyalni, hogy milyen lemezt szeretnénk, és volt idő foglalkozni a dalok megírásával, meg hangszerelésével. Tologattuk az időpontot folyamatosan, tényleg úgy voltunk vele, hogy így, hogy a Matyinak van egy saját stúdiója, így effektív a stúdió idő sincs korlátozva, úgyhogy semmi nem korlátozta a zenekart abban, hogy egy olyan lemezt készítsen, amit valójában el szeretne érni. És babum, elértük! 17 track van a lemezen. Tehát, hogy ezt most nem vettük félvárról. Az igazság, hogy tényleg szerettünk volna egy olyan lemezt lerakni az asztalra, ami egy kicsit több, mint amit eddig csináltunk. Ugye eddig ilyen 12 dalos lemezeink voltak, alapvetően gyorsan elkészítettük őket, és szerettünk volna egy ilyen átfogóbbat, egy sokkal többféle stílust felölelő produktumot lerakni az asztalra. És azt hiszem, nagyon durván sikerült. Hogy nem akartunk egyféle stílust így keresztül vinni, hanem ezen szerettünk volna többféle hangulatot összehozni a lemezen. És tulajdonképpen ez is történt. Vannak benne akusztikus dalok, vannak benne nagyon gyors punk dalok, vannak benne középtempós rock dalok. Tehát a mi stílusunkon belül, ami szerintem a Kies egyébként is egy elég nyitott stílus, azon belül kb. Mindent érintettünk. Sőt! Sört! Itt beharangoztat, hogy a korábbi albumaitok, a Kaland az élet, 2017, nincs az a sor, hogy szívesen beállnék, azok gyorsan születtek meg. Tehát akkor az előző albumok azok miért születtek meg gyorsan? Ez most pozitív, negatív amúgy az albumokra való tekintettel? 12 számig ezzel is gyorsak voltunk. Annyira nincs koncepció. Most minket nem nyom egy kiadó, nekünk nem kell senkinek sem megfelelni ezzel a lemezzel. Ezt a lemezt próbáltuk nagyon úgy csinálni, hogy semmilyen kompromisszumot ne kössünk semmivel, csak magunkkal. Ehhez, hogy megadtuk az időt is ennek a lemeznek, hogy elkészüljön, ez a lemeznek is a javára vált. Az első lemezét az ember azt úgy csinálja, hogy akkor megy el stúdióba, amikor készen van az első lemezed. Az első lemezig nem szorít semmilyen határidő. A második lemezt, az kiköptük konkrétan. A harmadik lemezt meg
nagyon sok mondani valónk volt, az még a Covid előtti időszak volt, nagyon sok mondani való volt, nagyon, sok nagyon nagy dinamikával készült az elemez. Vannak benne szerintem ilyen elég, zenéleg elég átgondolatlan dolgok, tehát hogy lehetett volna annak is érnie még egy kicsit, de nyilván a mi lemezünk, szóval büszkék vagyunk rá. Ennél meg most tök jó volt, hogy ez egy olyan opció volt, hogy most nem kell sietni annyira. Sokat koncertező zenekar vagytok, adódik a kérdés, az elmúlt koncerteken mennyire használtátok az előző albumok dalait, játszottatok már az új albumról is akár? Mindig próbáljuk beleépíteni az újonnan megjelent dalainkat, és ugye abból most már szem szerint 4 van, és 3-at játszunk koncerten. Szóval mi mindig igyekszünk az új dalokat játszani, és mindig próbáljuk a régeket kitolni. Elmúlt 4-5 koncertünk az saját szervezésű koncert volt, és ott szerencsére többet is játszhatunk. Szóval az általános 10-12 dal helyett most játszottunk ilyen 18-19-eket, és akkor ebben még beleférnek viszonylag régi dalok is, hogy összejön az a 18 szám a koncertre. Régi dalokat is felölel, újak is benne vannak, tehát hogyha valaki a régi korszakunkból ismerte meg a zenekart, akkor az is kap pár dalt, ha valakinek fogalma sincsen a Kaland az élet lemezről, csak a későbbiekről az meg azokkal a dalokkal találkozik. De nyilván így épül fel egy repertoár egy koncerten. Semmit érted, hogy az elmúlt koncertek, most nem tudom, hogy a Székesfehérvár, Debrecen, Budapest, Kecskemét, Pécs majd elmondott-e, hogy melyik voltak saját szervezések, hogy így mik a tapasztalataitok a vidéki klub élettel, pro és kontra saját szervezés, meghívás, hogy javasd be, hogy mondjuk egy sokat koncertező zenekar, hogy látja most a magyarországi koncertezést, turnézást? Az biztos, hogy az embereket nehezebb rávenni arra, hogy koncertre járjanak. Ez egy kész tény. Viszont azt gondolom, hogy nem lehet amögé bújni, hogy azért nincsenek egy zenekaron emberek, mert hogy az embereknek nincs kedve kimozdulni, mivel lásd, a nagyobb rockbandáknak a koncertjei csutkán vannak. Tehát ilyen alapon, alapvetően, hogyha nincsen annyi ember, amennyi de szüksége lenne egy zenekarnak, akkor az sajnos csak a zenekar felelőssége lehet. És azt gondolom, hogy a kluboknak is marha nehéz helyzetük van, tehát én nem is látok olyan klubot, akinek küszködne a mai helyzetben. Ez sajnos az most mindenkinek a csatája, és mindenkinek vívnia kell. Ettől függetlenül minket mindig az hajtott, hogy szeretjük ezt az egészet csinálni, szeretünk számokat írni, szeretünk koncertre járni, meg szeretjük egymás társaságát. Mi egyébként a buszban is úgy vagyunk, mint ahogy egyébként egy kocsmában ülnénk. Tehát, hogy soha nincsen munkaszaga a dolognak. Ezért azért a koncertek is inkább, sőt, inkább csak szórakozás. Tehát mi ezt nem nagyon tudjuk így munkára venni. A fesztiválokról mik a tapasztalataid, mennyire pozitív, negatív, mesélj nekünk, hogy milyen volt a nyári fesztivál szezon. Voltunk például a színfesztiválon, ott nagy színpadon nyitottunk, talán egy csütörtöki napon. Nagy színpadon nyitni egy színfesztiválon, az kicsit olyan, hogy úgy, hú, a mindenit, ez tényleg egy nagy színpad. Amikor szoktuk vinni az óriás betűinket a koncertekre, ezek ilyen 1.80-1.90-es betűk, tényleg óriási. És azt, hogyha felrakjuk egy kisebb klubnak a színpadára, akkor az úgy rendesen elteríti a helyet. Na hát most a színfesztiválra felraktuk a színpadra, és azon morfondíroztunk, hogy hát hogy mit kellett volna még hozni, hogy ezt kinézzen valahogy. Na akkor a különbség van egy óriási színpad, meg egy nagy színpad között. Játszottunk kisebb fesztiválokon is, mint az Alpárfesztre minden évben elmegyünk, a Sánt az övé szervezésre azt imádjuk. Az is egy tök jó élmény, de oda egyébként is elmennék, hogyha nem játszanánk. A Halpáron van, ami Kecskeméttől 25 kilométerre van, szóval szinte kötelező a megjelenés. Székesfehérvár, ott is játszottunk. Ilyen jönnek elő az emlékek. A Fehérvár, nem tudom, mi van. Tehát akárhányszor elmegyünk a Fezenre, valahogy mindig tök jó a sűr el. Tök jó fejek az emberek, tök jó a hangulat. Mondjuk ennyi technikai problémával már régen szembesültünk, mint ami azzal a bulival volt, de ez senkit nem érdekel. Szarfesztivál. Az is nyilván egy olyan szervezés volt, hogy vezér a sofőrünk, a főszervezője a szabadszállási fesztiválnak, kötelező volt a jelenlét. Ott egyébként is nagyon sok ismerésünk van, tök jól sült el. A Fischer játszottunk, hogy velük meg egyébként is tök jó a barátság, úgyhogy bármikor szívesen játszunk velük.
Tisztasztály, az meg a tankcsapda előtt volt. De soha nem játszottunk még a tankcsapdával. Tök jó volt az a buli is. Nyilván Nova Prospect volt előttünk, utána mi voltunk. Az is egy tök jó élmény volt. Egy nagy színpad, tiszta kécskén egyébként sem emlékszem, hogy olyan sűrűn felléptünk volna, talán kétszer vagy háromszor. Ez meg egy szabadtéri rendezvény volt, tankcsapda közönsége. Kicsit más. Tehát az a durva egyébként erre a rockba is, hogy mennyire különböznek a stílok. És a TC közönsége azért nem feltétlenül a mi közönségünk, attól függetlenül, hogy mindenki rockzenét hallgat, de úgy tök jól sült el az a buli. A tankcsapda meg állati jó élmény volt számomra. Ti a rock, punk, grunge stílust képviseleitek. Ez a közönség számára így unblock, akár koncerten, akár egy fesztiválon, ahol mondjuk a tankcsapda előtt felléptek, mennyire emészthető, könnyebben emészthető műfaj, mennyire tetten érhető a közönségen, hogy ezt keresik, vagy oda tévednek, hogy látod a rock, punk, grunge stílusnak a jelenlegi helyzetét? Koncert jelenlét az sokkal többet számít, mint az, hogy milyen stílusú zenét próbálsz átadni az embereknek. Hát mi felmegyünk a színpadra, van a zenekarnak egy kisugárzása, amivel nagyon sokan tudnak azonosulni, vagy van, nagyon sokan nem tudnak azonosulni. És szerintem ez az első, ami szembetűnik egy hallgatónak, hogy az, amit lát, az éppen egy meggyőző rock produkció, vagy egy esetlen bénázás. És hogyha az egyik, a jobbik oldalon dől el a dolog, általában igyekszünk, hogy a jobbik oldalon törjön el, akkor úgy általában szerintem így pozitívan csalódnak a zeneinkbe azok, akik még nem hallották. Az évek meg a rutin nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy viszonylag profin álljunk hozzá a koncertjeinkhez, és az azért szerintem lejön egy kies koncertből, hogyha valaki megnéz minket, és még nem látott. Ha már itt a neveteket mondtad, a Kies név, már ezt rámondtad, de a Kies az miért milyen angolosan, hogy Keys, hogy mi a titok a kiejtésben? Hát a Kaiguszt akartuk, csak már foglalt volt. Hát az igazság, hogy a Kies, nézegettük talán a magyar értelmező kézi szótárat, hogy valamilyen olyan nevet találjunk a zenekarnak, ami egy kicsit ilyen megosztó, nem egyértelmű, viszont magyar. Nagyon szerettük volna a magyar nevet. És egyszer csak felmerült az, hogy Kies, és hogy ha valaki azt hallja, hogy kietlen táj, akkor egyértelművé válik számomra, hogy kietlen táj. És hogyha azt hallod, hogy ennek az ellentetje a Kies, azért tök érdekes. És nagyon sokan így megölültek. Amúgy tök logikus, nem? A kietlennek a Kies az ellentéte, és a kietlen az olyan hely, ami kopár, a Kies az meg pont az ellentéte, szemedgyönyörködtető. Szóval egy érdekes sztoria van a banda nevének. És a banda már 8 éves, tehát amihez így gratulálok, hogy a 2015... egészségedre. A 2015-ös megalakulásatok óta hogy írnátok le, vagy hogy írnád le, de képviselted a többieket is persze, hogy jellemeznéd a zenekart, mit sikerült megvalósítani az eredeti tervekhez képest, mi az, ami kellemes meglepetésként ér benneteket ez alatt a 8 év alatt, esetleg volt-e olyan terv, dolog, ami menet közben valami oknál fogva megfenek lett? Egy hullámvasútként jellemezném az elmúlt 8 évünket, de pont ezért csináljuk, mert egy hullámvasúton ülhetünk. Szóval ennél pozitívabb dolog nem lehet. Alapvetően, amiket meg el szerettünk volna érni dolgokat, zeneileg abszolút azt gondolom, hogy elértük. Pont ez a pénteken megjelenő lemez is ezt tükrözi, hogy egy olyan dolgot tettünk le az asztalra, amivel megint egy kicsit túlszárnyaltuk a saját elképzeléseket, a saját gondolatunkat. Szerintem nem csak én, hanem az egész zenekar, szerintem elég reálisan látja a helyzetét. És tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi munka befektetéssel, meddig lehet jutni egy zenekarra. És szerintem a helyzethez, a zenei stílushoz képest mi tök jó úton haladunk afelé, amifelé haladunk. A hullámvasúton. Mondhat, hogy te zeneboltban dolgozol, Mátyásnak ott van a hangstúdiója, de egy zenekar vagytok, és te összeszervezni, beülni a buszba, lemenni, koncertezni hétvége, hogy Ferivel és Ádámmal mennyire könnyű, nehéz kihívásokkal teli egyeztetni, munkahely, család, mi egymás, hogy ők mennyire civilek, ők mivel foglalkoznak, mennyire könnyű a koncerteket összeszervezni a csapattal. A Feri a szervezője a brigádnak, így alapvetően ő tartja a gyeplőt, és azt gondolom, hogy ez a zenekar pont ezért működik 8 éve, mert mindenki megoldja a szituációt. És
ez kb. Az egész zenekarnak a mozgatórugója, hogy ő mindig mindenki próbál megoldást keresni a feladatokra, meg az időpontokra, és pont ezért is működünk. Tehát hogy ez a 8 év szerintem ennek köszönhető, hogy mindenki állandóan nyitott volt, és állandóan próbált megtenni mindent annak érdekében, hogy mi ott legyünk. Gergellyel, tehát a korábbi dobosotokkal ez a 4-es hogy állt össze, hol ismerkedtetek meg, és ennyire fontos mindannyiótoknak, mi kellett ehhez annó 8 éve, mi történt ott 8 éve? Hát az Ádám meg én szerettünk volna egy zenekart alapítani, és mi nagyon gyorsan egymásra találtunk, a Gergőt meg 2 napra rátaláltuk. Valamelyik ismerősünk ajánlotta, hogy van egy srác, aki dobol, és így találkoztunk bele, azonnal szikra, és már 2 héttel később, igen, 2 héttel később már nem voltunk a Gergék pincéjébe, ahol megérkezett Feri is, a Stubborn gitárosa, és azt mondta, hogy ő is szívesen csatlakozna. Úgyhogy ez egy ilyen, hát nem tudom, ilyen, ha létezik ilyen sorskérdés, akkor ez biztos így ilyen sorskérdés volt. Ha megnézzük például Azariát, aki egy pop előadó, közel pár nap alatt Puskás Arénát 3-szor megtöltötte, és tényleg nagyon nagy érdeklődés van rá. Kevés rockzenekar tudná ezt jelenleg Magyarországon produkálni, leginkább a régi vagy korábban befutott zenekarok talán. Ennyire rétegzenévé vált szerinted a rockzene, ezt te hogy látod? Szerintem ugyanúgy meg tudná tölteni, hogyha az embereket ugyanolyan dinamikával érdekelni ez a stílus, mint ami most általad említett előadó. Már megtörtént ebben a világban az, hogy rock előadók ennyire nagy figyelmet kaptak Magyarországon. Lásd, ott van az LGT, meg egy csomó ilyen hatalmas nagy zenekar. És szerintem ez már megtörtént. Tehát én nem gondolom azt, hogy jövőre a rockzene akkora hullámot fog indítani, hogy arénákat fog megtölteni. De ennek a stílusnak talán jelenleg talán nem is ez az útja. Az is bőven elég, hogyha egy 10 000-en ott vannak egy helyen. A rockban a 10 000 a 100 000-nek számít. És ha már új album, 2024-ben fogtok az új albummal turnézni, mik a terveitek az új albummal, vagy akár 2024-re milyen világmegváltó terveitek vannak? Most szervezés alatt van egy csomó koncert, és szeretnénk egyedül menni koncertezni. Tehát ez már most egy koncepció, szerintem az idei őszi-téli szezonban is a zenekarnál, hogy húztunk most egy vonalat, most nem mondom azt, hogy nem ugrunk be valami cimbora zenekarhoz, hogyha úgy alakul egy-egy koncertre, de szeretnénk a saját lábunkon megtapasztalni a saját lemezünknek a előnyeit. Én sokkal dinamikusabbnak tartom azt, hogyha egy koncerten vannak 50-100-an egy kis klubban, és a mi zenekarunkra jöttek, mint hogy 2000 ember előtt játszunk, úgyhogy ez a 2000 ember nem ránk jött, hanem a főzenekarra. Most 8 éves a zenekar, 7 éven át, én biztosan állítom, hogy nagyon sok zenekar előtt játszottunk már, és tök sok nagy helyen játszottunk már, de sokkal több energiát az ad, hogyha 50-100 kieses arc énekli a számodat, mint amikor 2-3 000 ember előtt lépsz fel. És most elkezdtünk erre törekedni. Vannak városok, amik egyébként is jól sültek el már többször, azokat próbáljuk erősíteni, meg nyilván keresik a lehetőségeket, hogy milyen városokban látjuk a perspektívát koncertszervezésre. Tényleg már szerintem az ország minden területén jártunk, és nagyjából vágjuk azt, hogy milyen opciókkal megyünk el bizonyos helyekre. Most kitűztük célul, hogy van néhány olyan város, amit egyébként is régóta szeretünk, meg régóta szeretünk odajárni, és próbáljuk most ezeket erősíteni. De mondom, nincsenek olyan városok, amiket így kizárnánk ebből, csak egyszerűen így alakult. A zenélésből manapság nagyon kevesen tudnak megélni, gondolom nálatok is többen a zenekarból több lábon állnak, tehát nem a zenélés sajnos a fő bevételi forrásotok, hogy ennyi koncertet, ennyi szervezést, ennyi helyre elmenni, ez mekkora kihívás, mekkora szervezés, mekkora kedvesség a család részéről, ez így hogy néz ki a kies zenekarnál? Én a zenélésből élek, mert hangszerboltozom. A Matyi ugye stúdiót vezet, úgyhogy ő is az előésből. Nem mondanám fő profitszerzési vagy bevételi forrásunknak a zenekarozást, viszont annyi biztos, hogy egy zenekar működtetéséhez, főleg olyan szinten, mint amilyen szinten mi vagyunk, az is egy szerintem viszonylag magas költségekkel járó szint.
És ahhoz, hogy ezt tartani tudjuk, ahhoz nagyon jól kell matekozni a zenekarnak. Szerintem az már alapvetően nagyon nagy dolog, hogy a zenekar tud azon matekozni, hogy tök jól kijöjjünk ezekből a bulikból. Ezen felül meg minden plusz. Csak a szerinted miben kéne mondjuk hazai viszonylatban változtatni, hogy ez ne így legyen, mi kéne az, hogy pozitív irányba ez változzon? Az biztos, hogy az nagyon sokat dobna alatba, hogyha a rockzenét látogatók, és most nem is a nagy zenekarokra gondolok, hanem inkább az undergroundabb közösségekre, hogy ha azok ugyanolyan erősek lennének, mint 8-10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a Kiest, akkor is alapvetően bátran lemehettünk bármelyik városba tök nyugodtan, mert biztosak voltunk benne, hogy annyian lesznek, amivel egy tök jó bulit össze lehet hozni. Kicsit azt látom a mai zenekaroknál is, hogy most már nem is nagyon szívesen mennek bele pofonokba, pedig azért nagyon sok pofonba bele kell menni, és nagyon ki van matekozva, hogy azért ne legyen akkora gáz, pedig bele kell menni, és menni kell mindenhova, és tényleg emberről emberre meggyőzni azokat, akik ott van a koncerten, hogy az, amit csinálsz, az király. Ez akkor nem működik, ha te nem hiszel benne. Mi meg azt gondolom, hogy hiszünk. És akkor még lehet ez boncolgatni, például ott vannak a merch-eitek, tehát pólótok, sapkátok van, ezzel is akár lehet próbálkozni, mondani koncert, hogy hello emberek, hogyha szerettek minket, támogassatok ezzel, meg Patreonnal, hogy ti ezzel ötleteltek. Azt gondolom, hogy a merch vásárlás az hozzátartozik egy koncertlátogatáshoz. Én, hogyha elmegyek egy koncertre, és tetszik, amit csinálnak, most nem egy óriás zenekarra gondolok, de amúgy egy óriás zenekarnál is így működik, az egy kicsit hozzátartozik a koncertlátogatáshoz, egy pólóval megyek haza. És ez nem azért van, mert feltétlen szükségem van egy pólóra, hogy legyen mivel hazamennem, hanem azért, mert közel kerülök egy zenekarhoz, egy kicsit magaménak érzem, akkor szeretném viselni a pólójukat. Ezzel mutatom talán másoknak azt, hogy nekem ez a banda tetszik, és én szeretném támogatni. Szerintem ez a Kies közönségénél abszolút így van. Tehát egy a mostani saját koncertjeinken is nagyon sok Kies pólós van, és ez annyira király látni. Ha van új album, akkor az fizikailag is meg lehet fogni, meg lehet vásárolni. Hogy, és most így a merchben, vagy a webshopon nem látom, hogy lehet-e CD-t vásárolni. Ti akkor nem hisztek ebben, hogy legyen fizikai adathordozó? Nem is lesz az új albumból fizikai adathordozó? Eddig az összes lemezünkre volt fizikai. A mostanőre is lesz, de egyelőre úgy voltunk vele, hogy ezt is felrakjuk Spotify-ra, megpörgetjük az interneten, és akkor egy kicsit később adjuk ki hozzá a fizikai adathordozó, de természetesen akarjuk, mert nyilván a kézzel fogható anyag az csúcs. Tehát amikor az újadon pörgeted a saját lemezed, talán nincsen édesebb érzés. Most szoktunk magunkkal vinni CD-ket, tehát ezt azért fontosnak tartjuk nyilván, hogy legyen CD. Most szerintem, ha nincs az a sor, az beszélesen beállni, tehát a harmadik lemezünkből van kb. Csak nyomás. Szerintem az többit újra kéne nyomni, mert azok elfogytak. A legfontosabb az most biztos az lesz, hogy az új lemez kinyomjuk és azt szóljuk. A harmadik lemezünket a Hammeren keresztül újságmellékeletként jelent meg. Viszonylag sok példányszám van kiment, nem is tudom, talán 2000, vagy nem tudom, tehát ilyen az viszonylag nagy nyomással készült. Az összes többit azt ilyen pár száz darabot csináltunk belőle. És említetted, hogy az interneten megpörgetni, és egy zenét, egy új albumot vizuálisan is tök jól meg lehet pörgetni. És nekem vannak klipjeitek, oda teszitek magatokat kreatívan, hogy az új albumról lesz új videóklip, erről mit árulhatsz el? Ezen a lemezen már szerepel két dal, amire már forgattunk klipet. Szeretnénk majd minél több dalra csinálni videóanyagot. Én nem is azt mondom, hogy feltétlen klipet forgatni, de valami képi anyagot mindenképpen szeretnénk hozzá szerkeszteni. Azt már nem gondolom, hogy feltétlen szükség volna nagyon sok pénzt beleáldozni abba, hogy videóklipet csináljunk. Tényleg mindennel együtt, mert szerintem annyira már gyors ez a világ, hogy nem is feltétlenül figyelnének úgy egy klipre, mint amennyit ér az magában. Viszont videóanyagot mindenképpen csinálni kell hozzá, nagyon sokan kíváncsiak rá. Hát az egyik a Csillagod vagyok, ugye az már kijött. Azt sem tekintjük egy egész videóklipnek igazából. Az is inkább egy képanyag jellegű dolog, amit szerettünk volna egy hangulatot csinálni a dalnak. Valami mindig van a sötétben. Na igen, azt pedig szerettük volna, hogyha egy kicsit ilyen őrültebb képvilága van, tehát már zavaró. A dal mondani valója is elég ilyen arcba mászó, és valamilyen szinten a videóklippel is ezt, vagy a videóklippel is ezt szerettük volna kihangsúlyozni. Húzós éjszakák, ami
a korábbi videónk volt, ami nem került fel egyébként a lemezre dalnak, de ugyanebből az alomból származik. Az meg egy ilyen road movie. Na hát, az totál mi vagyunk. Ami nem került rá, akkor 18-nak erre az albumra. Nem tudom. Gondolkoztunk rajta, hogy rátegyük, de volt elég dal, sőt, még ezen kívül is van valami rákerülhetett volna, de húztunk egy határt. Akkor jól értem, akkor már a 5. albumnak is már kezd alakulni az anyaga? Hát, szóba került, hogy elkezdhetnénk csinálni. Csillagod vagyok. Ebben a dalban köteles Leander is felbukkan a zongoránál. Mesélj erről a dalról, a megszületésnek a körülményeiről. Matyi hangosít a Leandernél, és egyébként is jó barátságot ápol vele, és alapból szerettünk volna ebbe a dalba zongorát. Hát szétnéztünk a zenekarban, és 4 teljes anti-talentunk zongorista volt a csapatban, és arra gondoltuk, hogy hogy tudnánk ezt egy kicsit magasabb szintre emelni, és valaki bedobta a Leander nevét, és teli találat. Babum! Hát kb. Ennyi volt a történet. Mivel ez már elég modern kor, ezért már nem kell, hogy együtt stúdiózgassunk, együtt ötleteljünk. Voltak elképzeléseink, és a Matyival kitalálták, hogy mi legyen a zongora téma. Egyébként is volt egy alapzongora ötletünk, nyilván ezt a Leander fényévekre emelte, de annyira adta magát szerintem, hogy az ő stílusa így belekerüljön, és így hagytuk is, hogy érvényesüljön. Na ez az, hogyha már a 4. albumot csinálod, akkor már sokkal nyitottabb vagy, mint amikor az első 2-t, és azt mondod, hogy nem, ebbe csak gitár lesz. Maximum dob. És ha a 4. lemezre már megérettünk, eljutottunk arra, hogy létezik zongora is a világon. Ti a depresszióval, Alvin és a mókusokkal, Fischer, AVS-sel turnéztatok, hogy milyen érzés volt velük dolgozni, milyen kapcsolatot ápoltok most velük? Hát nagyon durva egyébként, hogy mit tudom én, például az Alvin és a mókusokkal elmentünk koncertezni, és akkor találkozol az Alvinnal, aki gyerekkorodban atom hallgattál. És a csávóval találkozod, és tök jó fej az egész crew, a Viki, tényleg állati jó volt. Aztán elmész a depresszióval, tök nagy depressziós voltam gyerekként. Aztán ott vannak a Halászferék, tök jó arcok, tök jó velük együtt. Szóval ez, nem tudom, ilyen mese, érted? Szóval hatalmas nagy élmény. Az összes ilyen band, ott van a Fish is, tényleg őket is tökre bírtam már korábban is, aztán amikor elmegyünk velük, kiderül, hogy még jobb fejek, mint amit gondolsz róluk. Nagyon pozitív csalódás volt így 99%-os szerintem mindenki így a zenei szférában. Minden zenekar a saját kis vállalkozását építi. Hívjuk ezt ilyen nagyon csúnya szóval vállalkozásnak, és hogyha lenne rá bárkinek igénye, hogy egymás segítségével csináljunk valamit, ez talán erre tök jó példa a Leander, hogy szerintem nekem nem okozna problémát megkérnem az Alvint, hogy csináljunk egy közös dalt. És egyébként erre most pont gondoltam egyszer, már téma volt, hogy egyszer majd csinálunk egy olyan, de nem jött még az a dal, ami ezt így feltétlen szükségessé tette volna. De hogyha eljönne az idő, akkor biztos, hogy bevállalnánk. A fesztiválon is ezekből a bandákból bárkivel találkozunk, tök jó témázunk. Tehát ezek a kapcsolatok így megvannak szerintem, meg nem is nagyon fognak elveszni. Nem tudom, hogy a Bizonink mekkora hatással volt ezekre a zenekarokra, de az biztos, hogy azok a zenekarok, akikkel elmentünk, nekem nagyon nagy hatással voltak rám, így koncertezés szempontjából. Meg tök sok dolgot el lehet lesni tőlük, miközben ők játszanak, mert nyilván ugye 8 év alatt nagyon sok dolgot magunkba szívtunk, így egy profi előadásról. És ez tényleg nagyon fontos szerintem egy koncerten, hogyha egy színpadra felállsz, azt véresen komolyan kell gondolni, és az nem vicc. Onnantól kezdve az tök komoly, előtte meg utána bármi, de a koncert az véresen komoly. Vagy véresen komolyan vicces. Ez még lehet. Épp ére gondolsz, hogy annó mondjuk 8 éve mennyire félváról vettétek, mennyire amatőrként, és most meg tegyük fel dekorációval, a kies betűkkel próbáltok mindent megtenni, hogy betöltsetek egy színpadot? Egy-két koncertet leszámítva, én azt gondolom, hogy a kiessel mi mindig nagyon komolyan vettük azt, amit csinálunk. És mindig próbáltuk a lehető legpatentebben, a legprofibban megcsinálni a műsorunkat. Azért mondom, azért vannak kivételek, de nyilván a szórás, tehát az 1% az mindig jelen van.
És mi akartok fejlődni? Gondolok mondjuk, hogy vizuálisan, kivetítés, bármi ilyesmi, persze egy büdzsétől, sok mindentől függ, de tegyük fel, még miket szeretnétek mondjuk a koncertjétekbe belerakni? A lehetőségeink engednék, meg nyilván a költségeink se lennének korlátozottak. Mi mindent megcsinálnánk, amit csak meg lehetne. Szóval mi szerintem egy cirkuszt építenénk fel a színpadra, hogyha erre lenne mód, meg lehetőség, meg igény, meg összejönne a matematika is. Nyilván a helyzethez, a szituációhoz, meg a anyagi forrásainkhoz képest most a plafonon vagyunk, de hogyha ez bármilyen irányba változna, mi szerintem még többet beletennénk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha egy koncertre elmész, akkor attól függetlenül, hogy ilyen full grunge arc vagyok, és mi legéletemben azt gondoltam, hogy egy kockás inkább, meg egy torzított gitár egy koncerthez, én szerintem a mai világban már ezért kell egy kicsit többet adni. Most így ilyen nagyobb előadókat megnézel, egy filmvetítés, egy mozi az egész koncertjük, és azért, mert talán az embereknek a gondolkodása már túlmutat azon, hogy csak megnéz egy koncertet. Szükség van arra, hogy valami történjen még azon a színpadon, és talán akkor ég bele igazán a retinájába a hallgatónak. És mondjuk a ti szinteteken, ha látsz mondjuk más előadót, hasonló stílusban, náluk miket látta, amit mondjuk át lehetne venni, ami tetszene egy színpadi elemekben? Azokat már átvettük. Én szerintem mi most így a mi szintünkön abszolút a plafont hozzuk egy koncerten, amit ki lehet hozni a zenekarunkból, viszont hogyha több lehetőségünk lenne, meg nagyobb klubok, nagyobb helyeken játszanánk folyamatosan, akkor én azt gondolom, hogy mi ugyanazokat a színpadi elemeket felépítenénk, mint a az ilyen összes pop előadó, well, hello, meg nem tudom, mik vannak még. Ez is oda, hogy ezt ismertem. Szóval, hogy mi adnánk erre szerintem, és nagyon sokat gondolkoznánk is azon, hogy mivel vicceljük meg a lehető legdurvábban a közönségünket. 8x10-es színpadot csutkára rakunk fényekkel. Több fény van, mint erősítő a színpadon, azt elmondhatom. Nagyon sok fénnyel próbálkozunk, sőt most a pesti koncertünkön már volt vetítés is, tehát volt néhány videóanyag is, amit próbálkoztunk. Én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok lehetőség van abban, hogy minél izgalmasabb legyen. Tehát most ezt így fel lehetne dalonként is építeni akár a színpadtechnikát. Nyilván nincs meg a kellő forrásunk, hogy ezt összehozzuk, de hogyha a zenekar tovább épül, akkor mi is tovább építjük a színpadot. Láttam a posztotokat, hogy például 99 országban hallgatnak, tehát ehhez is gratulálok meg a többi számhoz is, hogy a streamelési idő, mennyi hallgató, tehát 55 ezer, meg 56 ezer hallgató, hogy ezekhez a számokhoz így mit szóltatok, ha már nem is vettétek annyira komolyan, de komolyan vettétek a munkát. Hát megdupláztuk a tavalyi évünket. Ami szerintem ez olyan, mint ez egy céges buli lenne, most akkor azt mondanám, hogy megdupláztuk a tavaly évünket. Nyilván ebben kegyetlen sok meló van. Ilyenkor látjuk azt, hogy az a munka meg energia, amit belefektettünk, mint hogy a szervezést úgy szerintem a hallgatottság boostolásában is Kaldenekert Ferencnek lehet hatalmas köszönetet mondani, mert ő kegyetlen sokat foglalkozik a zenekar social médiájával, ami most effektív a legfontosabb lenne, és én borzasztó rossz vagyok ebben. Úgyhogy ez nagy javarészt neki is köszönhető. A zenekarnak mi a fontos a social médiában, hogy mindent felébe biztok, szabad kezet kap, mert úgy tényleg látszik, hogy aktívak vagytok, de így mi a víziótok akkor a social médiában? Van ez a demokrácia nevű dolog, ami nálunk is tökéletesen működik a zenekarban, de nyilván vannak olyan korlátaink, például nekem, amikor azt érzem, hogy én nekem nincs annyi energiám, amennyit teszem azt például a Feri belefektetett bizonyos dolgokba, és akkor ilyenkor bennem megvan az, hogy azt mondom, hogy az lesz, amit te mondasz, te csinálod jól. De ez így is működött a zenekar világ életében, a világ összes 8 évében, mert ez mindig úgy volt, hogyha valaki valamit csinált, akkor a többiek nem hátráltatták azzal, hogy elmondták az ötleteiket, az érveiket, az ellenérveiket, hanem hagyták, hogy simán működjön a dolog.
ehhez is el kell tenni 8 évnek. Ha már 8-as tudod, az a végtelennek amúgy a jele, hogyha elfordítjuk. Ja. A következő 8 évre mit kívánsz magadnak, magatoknak? Ugyanezt. Boldogságot. Rengeteg sok jó élményt. Én nem feltétlenül gondolkoztam most ezen a kérdéseden, de nyilván az, hogy fejlődjünk, vagy mindenki fejlődjön, már nem csak mi, hanem a közönségünk is. Mindenki fejlődjön valamilyen irányba. Mi a közönség miben? Hogy jobban pogózza? Még többen hallgassanak Kiest, még többen hallgassanak rockzenét, és még többen járjanak koncertekre. Ha már még többen hallgassak rockzenét, akkor ajánlj olyan előadókat, magyar előadókat, akik undergroundak, nem feltétlenül jutott még az embereknek a radarjára, de mondjuk ha tetszik a Kies, akkor ezek az előadók is tetszenek nekik. Vodka for Kids, szubkultúra is abban hallgatom a zenéket, hogy a mi stílusunkon belül, minket már a mi stílusunkon kívül esik, sőt a csapatok nagy része, akiket én szeretek, azok már fel is oszlottak. Azt viszont látom, hogy nagyon sok banda van, akik jönnek, megcsinálják, meg próbálkoznak fentebb lépni. Azt gondolom, hogy a harmadik lépcsőfokra elég nehéz fellépni, és télen nagyot kell lépni hozzá. És nagyon sok bandából kifogy a szufla, amíg a kettesre fellépnek. Ez sajnos személyiség, de az biztos, hogy a mai világban, tehát 8 évvel ezelőtt, amikor elmentünk egy turnéra, akkor sokkal több pozitív inger élt, mint hogyha most kezdtük volna ezt a zenélést, és most mennénk el egy klubkoncertre. Ami valamilyen szinten nagyon igazságtalan. Így aztán igazságtalan lenne azt mondanom, hogy mindenkire ugyanazok a feltételek érvényesek. És ha 8 évet tekintjük alapul, akkor az előttünk lévő zenekarok még 8 évvel korábban alakultak, még könnyebb helyzetben voltak akkor. És ez nagyon durva amúgy. De akkor most 20 év múlva remélem visszajön újra a rockzene, és újra azt fog stadionokat megtölteni. Az sem baj, ha 2 év múlva. Én azt gondolom, hogy azok a zenekarok, akik jók, azok utat törnek. Most például tavaly voltunk Matt Field-dal közös turnén, elképesztő, hogy ők mennyire frankon fejlődnek. És annyira jó ezt látni, hogy azok a csávók 5-6 évvel ezelőtt, én emlékszem, amikor kijött a cuccuk, és hogy ahhoz képest őket kilőtték az űrbe. És te elmész egy Matt Field koncertre, egy nagyon fasz a koncertet kapsz. És a csávók olyan őszinték, ami ennek egy rockzenében őszintének kell lenni. Na, mondjuk például az őszintesség az egy nagyon fontos ismérve a Rock'n'Roll-nak. Csak itt a műsor végén, ugyebár 8-án kijön az új albumotok, most már többet nem koncerteztek, de akkor gondolom a social médián jelen lesztek, mi várható még idén veletek, miket fogunk rólatok hallani így az új album kapcsán? Nagyon sok tervünk van még az új lemezzel kapcsolatban. Javaslom is a hallgatóknak, hogy lépjenek be a totális kiezzárt csoportunkba, ahol indokolatlan dolgokat csinálunk, de azért néha egész hasznosokat is. Ott azért gyorsabban eljut az információ, mint a Facebookon, ahol a saját közönségedre hirdetsz, hogy meg tudják azt, hogy a zenekarral történt. Szóval a totális kiezzben mindenképpen csatlakozzatok. Egész sok tervünk van még, de ezek annyira nem publikusak, mert még nagyon sok elképzelésünk van, hogy milyen módon fogjuk még tolni ezt a lemezt, és nagyon sok bomba van, amit még fel akarunk robbantani. Viszont a 8. a kőbevésett lemez megjelenés dátumunk a szent, és nagyon-nagyon várjuk, hogy kijön a lemez, és meghallgassák az emberek, és elmondják a véleményüket. Hallgassatok jó rockzenét, például egy új albumot, a világ megváltó lemezt a Kiestől, ajánljuk jó szívvel, és minden további információt a zenekarra, a jövőbeli tervekkel, ahogy hallottátok, van egy zárt csoport, annak a linkjét is majd a videó leírásában megtaláljátok, meg minden további social media információ a videó leírásában ott lesz, szóval csak lejjebb kell körgetnetek. Milán, köszönöm szépen, hogy tudtál. Én is nagyon köszi. Köszönjük a családnak is, hogy elengedtek, szóval engedünk vissza. És hajrá, hajrá a folytatáshoz. Köszépen. A többiek nem voltak itt, de így csókoltatjuk őket az éterben. És nézzünk, hallgatunk, a műsort támogatta a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló Program, ezen is köszönjük nekik, köszönjük a figyelmet, ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, ha van kedvenc Kies számotok, írjátok meg a kommentbe, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és hasonló érdekes tartalmak nem fogok lemaradni, és találkozunk legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!